Isten igéjével köszöntöm szeretettel a gyülekezetet a 103. Zsoltárból. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Szeretettel köszöntöm Cseli Kálmán lelkipásztor testvérünket, Urunk áldja és szentelje meg közöttünk végzett szolgálatát. Szeretettel köszöntöm a nyírmegyesieket, és szeretettel köszöntöm mindazokat a lelkipásztorokat, gyülekezeti tagokat, akik eljöttek a jó hír az evangélium meghallására, közelből, távolból, vagy akár határon túlról is. Isten szent lelke áldja meg jelenlétével az Isten tiszteletet, hogy az ő szavára és akaratára tudjunk ráhangolódni kegyelemből kegyelemre. Fennállva a 8-as számú éneket énekeljük el, az éneklapunk 8-as számú éneke, az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. A 8-as számú éneket énekeljük el a kiosztott éneklapról. Elfoglalva a 14-es számú éneket énekeljük. Az éneklap 14-es számú énekét, mind a 4 versszakot, az első vers így kezdődik. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. A 14-es számú éneket énekeljük el, mind a 4 versével.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te nagy ajándékodnak tekintünk minden percet, amit előtted való csendben rád figyelve tölthetünk. Magasztalunk téged azért a csodáért, hogy van szavad hozzánk, megérthetjük a te igédet, és hogy a te igédnek ma is ugyanolyan teremtő hatalma van, mint volt akkor, amikor kimondtad, hogy legyen világosság, és lett világosság. Köszönjük, hogy megőriztél minket az úton és ennek a napnak az eddigi részén, és köszönjük, hogy most ajándékot válhatunk tőled. Mi abba hagytuk a munkát, hogy eljöhessünk ide, alázatosan kérünk, hogy te viszont kezd el és folytasd áldott munkádat a mi életünkben. Mi sokszor csak a földiekre gondolunk, köszönjük, hogy te fölemeled a tekintetünket és örökké való értékeket készítettél a számunkra. Ajándékozz meg minket most külső-belső csenddel, és azzal, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Amen. Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 9. részének első 7 verséből hallgassuk meg. A János evangélium a 9. részében így szól Isten igéje. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére. Aztán így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Eddig Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy ennek a hétnek az estéin együtt hallgathatjuk az ő igéjét. Magamról csak röviden annyit, hogy mégis rövid bemutatkozás legyen. Kecskeméten születtem, ott ugyanígy hordja a szél a homokot, mint itt. A gyerekkorunkban nyitva tartottuk a szánkat, utána ropogott a fogunk között. Így jártam, mikor megérkeztem itt is, nem kellett volna nyitva tartani. Ott ismertem meg az Úr Jézus Krisztust, gimnazista koromban egy ilyen evangelizációs héten lett számomra egészen világos az, hogy Jézus nagyon szeret engem mindenféle hitványságom ellenére, és ő az én bűneim büntetését is elszenvedte a kereszten. Ez megfordította az egész gondolkozásomat, életemet. Szüleim voltak a megmondhatói annak, hogy milyen változás következett be, és Isten elültette a szívembe azt a vágyat, hogy ha rajtam így segített ennek az igazságnak a fölismerése, akkor legszívesebben egész életemben erre szeretném fölhívni a figyelmét másoknak is. Így lettem lelkész. Amikor elvégeztem a teológiát Budapesten, 10 évig segédlelkész voltam, először egy dunántúli kis faluban, aztán egy nagyvárosi gyülekezetben, utána pedig 39 évig a Budapest pasaréti gyülekezetben szolgáltam lelkészként. Éppen 2 éve annak, hogy nyugdíjba mentem, ez azonban semmit nem változtatott azon, hogy ha lehetőség van rá, ma is elmondom mindenkinek, ha meghallgatja, hogy Isten szeret téged, nem kell Isten nélkül élned, és Isten nélkül meghalnod.
Egy ilyen hétnek az elején mindig egészen különös erővel hat rám annak a fölismerése, hogy milyen nagy csoda az, hogy Isten szóba áll velünk. Ezt úgy megszoktuk, hogy harangoznak, Isten tisztelet van, vagy elmegyek, vagy nem. Ha ráérek, ha éppen nem esik, ha olyan idő van, akkor megyek, ha nem, akkor nem megyek. Aztán vagy előveszem a Bibliát otthon, vagy nem. És ritkán gondolunk arra, hogy ez egyáltalán nem természetes dolog. Hogy nem mondjam, nem normális dolog. Hogy a világ mindenség alkotója és irányítója egy ilyen kis nyomorult mütyőke emberrel szóba áll. És képessé tesz arra, hogy az ő nagyságos gondolatait fölfogjam. És amit fölfogtam, és komolyan veszek, az elkezd dolgozni bennem. Anélkül, hogy én bármit tennék, én csak komolyan vettem azt, amit ő mondott, és elkezd megváltozni az ember gondolkozása, jelleme, egész élete. Nem győztem csodálni, még az aktív szolgálatom utolsó éveiben sem azt, hogy amikor Isten így megszólított egy embert, micsoda változás következett be. A nyári csendes heteinken tapasztaltam azt, hogy anyaszomorító, gézengúz, komisz kölykök egy hét alatt micsoda változáson mentek át. És ez butaság, hogy egy hét alatt, tulajdonképpen pillanatok alatt történt ez, amikor Isten belenyúlt az életükbe, megvilágosodott, hogy kicsoda ő, kicsoda Isten, egészen más lelkülettel ment haza, és ezt nem lehetett sem fegyelmezéssel, sem ígérgetéssel elérni. Nincs az a pedagógia és pszichológia, amelyik ilyen eredményeket tud produkálni. Egyszerűen csak hallgatta valaki Isten igéjét, és Isten megnyitotta a szívét, mint ahogy Lídiáról olvassuk a Cselekedetek könyvében, és elindul egy olyan minőségi változás az ember életében, ami nem is álmodott azelőtt senki, és el sem tudta képzelni. Ezért nagy dolog az, hogy Isten készít ilyen alkalmakat, minden alkalom nagy kincs, amikor az ő igéje hangzik, egy bibliaóra, egy bűnbánati este, egy vasárnapi istentisztelet, amikor meg így ilyen kúraszerűen gyógyít minket, hogy nap mint nap hallgathatjuk, az különösen nagy ajándék. Jó lenne, ha ezzel a várakozással és imádsággal mernénk félretenni esténként a tennivalónkat. Mindnyájunknak sok dolgunk van, most is tudnánk mindnyájan csinálni otthon valamit, de nem fényűzés, nem luxus az, ha néha csak azért hagyjuk abba a mindennapi feladatokat, hogy most Isten munkálkodjék bennünk. Semmit nem kell csinálni, csak kinyitja az ember a szívét, az értelmét Isten előtt, és amit a kis Sámuel mondott, azt az imádságot őszintén elmondjuk, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Erről most nem akarok beszélni, csak egy mondattal említem meg, hogy ami az életemben tiszta, szép, jó, azt Isten mind az ő igéjével végezte el. Amikor kinyílt egy ige bibliaolvasás közben, amikor egyetlen mondat vagy egy fél mondat a szívemig hatolt, miközben hallgattam egy igehirdetést, sőt, miközben mondtam az igehirdetést, mert az igehirdetőnek is szól az, amit mond, ha az Úrtól van. Elképesztő vigasztalást, bátorítást, feddést, útmutatást, tanácsot tud adni Isten az ő igéjén keresztül. Én azért imádkoztam már hetek óta, hogy ezt az ő áldott munkáját végezze majd itt közöttünk is. Valaki egyszer azt mondta, hogy tudós szakemberek vitatkoztak arról, hogy mi is az evangelizáció, és valaki azt találta mondani, hogy az evangelizáció az, amikor egyik koldús megmutatja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. És úgy voltam vele, hogy nincs az a teológus zseni, aki ennél pontosabban meg tudná fogalmazni. Egyik koldús a másiknak. Én nem tudok lelki kenyeret adni senkinek. Én is úgy kaptam Istentől, és kapom folyamatosan. De mivel tőle kapom, annak, aki érdeklődik, meg tudom mutatni, hogy hol lehet kapni. Ki az az Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, és nem parancsokkal fogad, hanem ajándékot kínál, és ad
olyan kenyeret, ami táplálja az embert már erre a földi életre is lelkiképpen, hogy bírjuk, hogy kibírjuk, hogy ne csak a magunk terhe alatt oskadozzunk, hanem még mások terhét is segítsünk hordani, és amely lelki kenyér táplálja bennünk az új életet, az örök életre is. Ha Isten segít minket ezeken az estéken, a János evangélium a 9. része alapján a vakon született meggyógyításának a történetét fogjuk tanulmányozni. A legtöbben ismerjük ezt. Jézus egyszer meglátott egy vakot, aki nem megvakult, hanem úgy született, nem volt látószerve, és meggyógyította őt. Utána följelentették, mert szombaton gyógyította meg. Nem annak örültek, hogy ilyen nagy csoda történt isteni erővel és szeretettel, hanem hogy ez szombatnapon történt, amikor nem szabad csinálni semmit. Aztán egyik tárgyalás a másikat követte, némelyik része olyan ennek a fejezetnek, mint egy bírósági jegyzőkönyv, ott van, hogy ki mit mond, mit válaszol rá, mi a szentencia, mi a büntetés, és így tovább vallatják szegény nyomorultat. Ő pedig egyre jobban átéli azt, hogy nem csak a testi szeme nyílt meg, hanem kinyílik a lelki látása arra, hogy ki az a Jézus, aki segített rajta. Először semmit nem tudott róla. Azt mondja, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, ennyi a Krisztus ismerete. És a végén eljut oda, hogy leborulva imádja, mint Istent, és azt mondja, hogy hiszek benned, Uram. Mind a testi, mind a lelki vakságát meggyógyította Jézus. Ennyi a történet, és már most is érzékeljük talán, hogy nagyon hasonlít a mi helyzetünk az övéhez. Talán mindannyian, akik itt vagyunk, testi és lelki nyomorúságokkal együtt vagyunk. Talán a legfiatalabbak mondhatják el azt, hogy ők még makkegészségesek, bár ott is van már egy-két lyukasfog, meg egyéb baleset történhetett, meg nem egészen párhuzamos a szemtengely. Mindnyájunkban van valami hiba, de egy idő után aztán már sokszor ki se fogy az ember, úgy sorolja a testi nyomorúságait, és cipeljük magunkkal a lelki nyomorúságokat is. Gyerekkori sérüléseket, menet közben kapott bántásokat, félig begyógyult sebeket, az otthoni békétlenséget, a bennünk lapuló sokféle félelmet, aggodalmaskodást, megtűrt haragot, lappangó bosszúvágyat, és így tovább, testi és lelki nyomorúságokkal megterhelve járunk. És Jézus Krisztus ma is, ugyanúgy, mint akkor ott Jeruzsálemben, akarja és tudja gyógyítani a mi testi és lelki nyomorúságainkat. Erről lesz majd szó ezeken az estéken. Ma este 3 kérdésre keressünk választ. Az első az, amit mindenképpen tisztázni kell, hogy elfogadjuk-e a Bibliának azt az állítását, hogy mi mindnyájan lelki értelemben vakon születünk. Majd próbálok mondani példákat rá, aztán kiki döntse el, hogy ő vak vagy nem vagy lelkileg. A másik az, hogy mit tett Jézus itt ebben az esetben, és a harmadik kérdésünk, hogy mit tett ez az ember ebben az esetben. Nos, hogy vagyunk mi ezzel a lelki vaksággal? Rólunk van-e szó, amikor ezt a történetet olvassuk? A farizeusok tiltakoztak ez ellen. A történet végén, az utolsó versben olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy sajnos ti is vakok vagytok, és kikérik maguknak, ők nem, ők látnak. Annyira vakok, hogy még azt sem látják, hogy vakok. És ez a legnagyobb tragédia már, ha valaki ide süllyed. Nos, vajon mi látjuk-e? A Biblia azt mondja, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy lelki értelemben is láttunk, hogy mindent láttunk. Az első ember közvetlenül érzékelte az élő Isten valóságát. Látta Istent, hallotta a szavát. Aztán, amikor azt mondta az első ember, hogy majd én egyedül, az Isten se szóljon bele, akkor elveszítette ezt a képességét. És attól kezdve tele vagyunk kételyekkel. Van Isten, vagy nincs Isten? Lehet-e bebizonyítani, hogy van?
ki tudja bebizonyítani, hogy nincs, és sokféle bizonytalanság gyötri az embert, nem látjuk Istent. Gondoljunk ilyenekre, testvérek, hogy milyen sokan nem látják Isten tetteit. Isten megkönnyörül egy emberen, egy nagy erőfeszítését megáldja, annak eredménye van, mondom ezt a divatos szót, sikert ér el, és hányan vannak, akik azt mondják, hogy mennyei atyám, hálásan köszönöm, hogy ilyen ajándékot adtál nekem, adtál értelmet, két munkás kezet, a körülmények is segítettek engem, legyen ezért tied a dicsőség. Ha valaki látná, hogy mi történt, akkor ezt mondaná. Ehelyett dicsekszünk. Vagy sokszor még vallásos emberek is, annyira ijesztő ez a szemlélet, azt mondják, hogy na ez sikerült jól megoldanom, persze a jó Isten segítségével. Hát mit képzelünk mi, hogy segédmunkás a mindenható Isten? Ő azért van, hogy nekem besegítsen. Ő engem teremtett arra, hogy azt csináljam, amit ő nekem mond, hogy az ő dicsőségére éljek. Ehelyett hol lecsípünk valamit az ő dicsőségéből, hol egészen magunknak tulajdonítjuk. Mert nem látjuk a valóságot, hogy ott mi történt. És nem látjuk egymást sem. Olyan szép a mi magyar nyelvünk. Azt mondja, hogy nincs tekintettel a másikra. Ott van mellette valaki, és abszolút nem érzékeli, hogy neki most mi lenne fontos, neki mi fáj, akkor azt nem mondom, minek örülne, akkor azt csinálom, mert azt akarom, hogy ő örüljön, főleg, hogyha hozzánk közel álló családtag. Nem vagyunk tekintettel egymásra sokszor, ezért neki megyünk egymásnak. Keresztül gázolunk egymáson. Vagy azt mondják, hogy keresztül nézett rajtam, mintha üveg lennék. Mert nem vesz ember számba. Nem lát, nem annak lát, aki vagyok. És nem látjuk önmagunkat sem. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hosszú szolgálatom alatt sokat szolgálhattam gyerekek és fiatalok között. És különösen szerettem a legnehezebb korban szenvedőket, a kamaszokat, a serdülőket, az anyaszomorítókat. És ott tapasztaltam azt, hogy ettől szenvednek a legjobban, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda. Most én buta vagyok, vagy okos vagyok? Szép vagyok, vagy csúnya vagyok? Lányoknak ez nagyon fontos kérdés. Hol ezt mondják, hol azt? Hol azt mondják, hogy elég nagy vagy már ahhoz, hogy? Hol azt mondják, hogy te még gyerek vagy, és ehhez ne szóljál hozzá? Most ő kicsoda? Gyerek, vagy kisfelnőtt, ügyes, vagy ügyetlen? És sok felnőtt is megmarad ezen a szinten, és nincs helyes önértékelésünk. Kevesen tudják azt, hogy ki vagyok én. Istentől kaptam értékeket, nem az én érdemem. Ő állított össze, ő teremtett ilyennek. Ezzel szeretnék másoknak javukra lenni. És vannak hiányosságaim, amikre soha nem leszek képes. És elfogadom magamat így, és kiegyensúlyozottan, harmonikus személyiségként élem az életemet. Kevés ilyen ember van, mert nem látjuk önmagunkat sem. Belenéz az ember a tükörbe, most akár a szó szoros értelmében vesszük, akár átvitt értelmében, és önmagát is hol ilyennek látja, hol olyannak. Márpedig az fontos, hogy tudjam, hogy ki vagyok én. Kinek teremtett Isten, mi végre teremtett, mire akar használni. Nos, sok baj következik ebből, hogy nem látunk, és nem látjuk a bűneinket. Sokáig elkövettem azt a hibát, amíg Isten megtanított aztán, hogy másként kell ezt kezelni, hogyha valakiben láttam valami olyat, amivel másoknak ártott, akkor azt megmondtam neki. Sokszor, háromszor bocsánatot kérve, hogy izé-mizé, ne tessék haragudni, de hát így azért nem jó beszélni például a gyerekeivel, mert elvadítja őket itthonról. Vagy így ne tessék beszélni idősekkel, mert ez nem jó így. Szinte minden esetben vagy kikérte magának az illető, vagy kioktatott, akkor még azt mondta, hogy én fiatal vagyok, és nem tudom, hogy hány óra van, és hogy kell csinálni, vagy pedig megmagyarázta, védő beszédet tartott a bűne mellett. Aztán, mikor többször előfordult az, hogy egy olyan ember, akinek így tisztelettel, szeretettel, de megmondtam magyarul, hogy milyen hibái vannak, néhány év múlva egyszer csak megjelent,
egy példára nagyon élesen emlékszem, és mintha mi se történt volna, ő elfelejtette azt, hogy annak idején erről beszéltünk, azt mondta, hogy lelkész úr, van magának fogalma, hogy én milyen ember vagyok? És kezdte sorolni azt, amit akkor évekkel azelőtt én mondtam neki, hogy nem kellene így bánni a gyerekekkel, meg a feleségével, meg az idős szüleivel. Miért? Mert közben lelki látást kapott. Közben az az ember megtért, hitetlenből hívővé lett, és meglátta önmagát, hogy kicsoda ő. Akkor már nem kellett győzködni, és én úgyis hiába győzködtem, megvédte a hibáit. Nos, erről is szó van ebben az igében, hogy amit mi nem látunk, amit rosszul látunk, aminek csak egy részét látjuk, és ezért hamis következtetéseket vonunk le belőle. Ezekből a lelki bajokból is kigyógyít minket az Úr Jézus. Megnyitja a szemünket, és az, aki a történet elején csak ennyit tudott mondani, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, a történet végén azt mondja, hogy te az Isten fia vagy, és én leborulok, és imádlak téged. Hadd mondjak még néhány példát arra, hogy mennyire szomorúan igaz ez, hogy nem látunk. Meglátogattam egy családot egyszer, a férfi már hazajött a munkából, az egyik fiú is otthon volt, az édesanyjuk még nem jött haza. És a fiú létére nagyon kedvesen háziaskodni kezdett, hogy addig is, amíg anyuka jön, és akkor töltött ott nekem valami málnaszörpöt, meg előkerített valami kis kekszet, kedvesen kínálgatott. Apuka ült a fotelben. És a fiúnak szinte minden mozdulatát kritizálta. Persze hát, akinek nagyon hosszú a lába, meg a széklába is néha kifelé áll, megbotlik a lábában. Akkor egy kis málna szörp az asztalra is megy. Letöröljük, nem történt olyan nagy tragédia. De újra és újra ezt lehetett hallani, hogy mit csinálsz, fiam? Nem látsz? Nyisd ki a szemedet! És legszívesebben az apjára kiáltottam volna, hogy nem látja, hogy minden ilyen mondat után hogy rándul meg a fia arca. És egy kamasz fiút egy idegen előtt megszégyeníteni nem szabad, egyébként se szabad. Azt valahogy másképp kell megbeszélni. Ott ült egy vakember, lelkileg vak. Na, hazajött a felesége is, elkezdtünk beszélgetni, a férfi nagy hangon magyarázott valamit, és láttam, hogy, és nagyon durván beszélt az asszonyról, láttam, hogy ez nagyon rosszul esett az asszonynak, megtelt a szeme könnyel. Aztán nem akarta ott bent törülgetni, kiment, és gondba voltam, hogy most ezt szóvá tegyem, vagy ne. Hát én ottan vendég vagyok, nem azért jöttem, hogy oktassak embereket, de hát akkor is így nem lehet beszélni semmiképpen valakinek a feleségével. Aztán nagy levegőt vettem, és megkérdeztem, hogy hát észrevette-e, hogy amit mondott, az szóval rosszul esett a feleségének. Miért mit mondott? Hát mondom, én ezt nem szeretném megismételni, de a felesége sírt. Dehogy sírt, ő nem látta. Mondom, hogy én láttam, és maga miatt sírt. Akkor már úgy voltam, hogy ha megsértődik is, itt magyarul kell beszélni. Bejött az asszony. Mindjárt megkérdezte, hogy hát tényleg megbántottalak, mondtam valamit. Hát az asszony elütötte a dolgot, hogy hát nem esett jól, de ne erről beszéljünk. Na végül is abban maradtak, hogy majd ők ketten ezt megbeszélik. Ez így is volt rendén. Ott van egy vakember, aki nem látja a hozzá legközelebb állónak a szemében azt a könnyet, ami ő miatta csordul ki, másfél méterre őtől le. Hihetetlen vakság, nem? 2 év múlva, egy ilyen evangelizációs hét után néhány nappal eljönnek, és ragyognak mind a ketten, és azt mondja a férfi, nekem nagyon rosszul esett, amit maga mondott, mikor ott járt nálunk, de szeretném jelenteni, hogy most már látok. És az asszony is bólogatott nagyon, hogy most már lát. És azért ennyivel nem értem be, és kérdeztem, hogy ez mit jelent, honnan lehet ezt tudni. És elmondtak olyan történeteket, amik nagyon szép illusztrációi voltak annak, amikor valakinek megnyílik a szeme, és azt, akit egyébként szeret, meg nem akar megbántani, azt most már látja. Sőt, sokszor előre látja, hogy mi lesz annak a következménye, amit csinál.
Nos, így éltettem azt, még itten fölírtam sok ilyen történetet, de nem akarom ezzel tölteni az időt. Így éltettem azt, hogy sajnos mi a szó lelki értelmében ennyire vakok lettünk, hogy ennyire nem látjuk azt sem, ami a szemünk előtt van, nem beszélve arról, ami nincs a szemünk előtt. Mert a Biblia arról is szól, hogy nekünk a láthatatlanokat is látnunk kellene. A Szentírás állítja, hogy sajnos lelkileg vakon születünk, de ígéri azt is, hogy Jézus Krisztus meg tudja nyitni a szemünket, és eljuthat mindenki oda, ahova ez a házaspár, ahova ez a férfi, hogy jelentem, most már látok, és ennek a bizonyítékait is el tudja mondani. És akkor nem megyünk neki egymásnak, akkor nem ütközünk össze örökké, akkor nem utólag kell helyreállítani a kárt, amit vakon okoztunk, akkor Isten megnyitja ilyen embernek a szemét. A másik kérdésünk az volt, hogy mit csinált Jézus itt ebben a jelenetben, amit ma olvastunk. Ha a megelőző verset is olvastam volna, a 8. rész utolsó mondatát, abból kiderül, hogy Jézus itt menekül. A templomban tanított, megharagudtak rá, köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de ő kiment a templomból, és akkor látja meg ezt a vakot. Ez a jelenet nagyon sokat elárul, ami megváltónknak a szívéről, szeretetéről. Jézus menekül. Egyelőre még nincs ott az ideje, hogy az életét föláldozza, nagypénteken nem menekül, ott kiszolgáltatja magát, nagy csütörtök éjjel az elfogóinak. De itt még nem jött el az idő. Menti az életét. És még akkor is fontosabb neki egy nyomorult, névtelen vakkoldús, mint ő maga. Ez Jézus. Amikor üldözik, amikor meg akarják lincselni, mert ez a megkövezés azt jelentette volna, ő akkor is meglátja azt, akinek nagy baja van, aki nem tud segíteni a saját baján, akin senki más nem tud segíteni, és rászánja az időt, a figyelmet, vállalja a kockázatot, megszólítja és meggyógyítja. Ez Jézus. Mindig fontosabbak vagyunk neki mi, mint ő maga. Bárcsak ez a lelkület lenne ott mi bennünk is. Pedig ez az ember, ha egy picit ismerjük azt a kort, akkor azt kell mondani, hogy egy értéktelen ember volt. Akinek valamilyen fogyatékossága volt, ott mindjárt elkezdtek spekulálni az emberek, a tanítványok is kérdezik, hogy itt valami nagy bűn van a háttérben. Azért született vakon, mert vagy ő, vagy a szülei valami nagy bűnt elkövettek. Mi lehet az? Ki kell deríteni? A más bűnéről mindig szívesebben beszélünk, mint a magunkéről. És olyan kedves az, ahogy Jézus leinti őket, hogy hagyjátok már békén. Az ő bűnét, meg a szülei bűnét, nem arról van itt szó. Itt arról van szó, hogy még az ő nyomorúságának is célja van. Ne az okát kutassátok. A célja az, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten cselekedetei. Mit jelent ez? Itt most Isten fog cselekedni. Mit? Majd meglátjátok mindjárt. És ez a nyomorúság is arra való, hogy Isten dicsősége annál nagyobb legyen és az ő cselekedetei. És akkor gyógyítja meg őt Jézus. Egy olyan ember, aki nem mehetett be a templomba. Fogyatékosokat nem engedtek be. Akinek még a nevét se tudjuk. Bartimeusnak legalább az apja nevét tudtuk, hogy a Timeusnak a fia. De nevét se tudjuk. Koldul, semmiféle szociális gondoskodás nem volt akkor. Kibotorkál, vagy kivezetik mindig ugyanoda, aztán tartja a sapkáját, tenyerét, tányérját, akármit, és ha kap annyit, ami aznap elég a betevőre, akkor legyen boldog. Tulajdonképpen terhéje van mindenkinek. Fölösleges. Minek él az ilyen? Hallottam ilyen gyilkos mondatokat már életem során. És Jézusnak fontosabb ebben az esetben mindenki másnál. Miért? Mert ő van a legnagyobb bajban. És most ő van soron,
akin meg akarja mutatni a maga isteni hatalmát. És elkezd vele kedvesen beszélgetni. Egy rabbi szóba se állt egy ilyennel abban az időben, mint ahogy egy olyannal sem, mint a samáriai asszony volt. És Jézus milyen tisztelettel beszél vele, milyen tiszta szeretettel. Nos, így szólítja meg ezt az embert is, pedig ez az ember nem kért segítséget. Bartimeus legalább kiabált, le se lehetett állítani. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És úgy gyógyította meg a vakságából. De van olyan, hogy kérés nélkül gyógyít. Vagy azért, mert az illető nem is tudja, hogy kit kellene kérni. Hát ma is élnek nagyon sokan, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy kicsoda az élő Isten, hogy őt meg lehet szólítani, hogy mit jelent imádkozni, hogy ő az imádságot hallja és arra válaszol. Hát itt élnek körülöttünk százezer szám olyanok, akiknek erről fogalmuk sincs. És Jézus nem azért feddi, hogy miért nem imádkozol, miért nem kérted, hanem segít. Neki elég az, hogy itt van valaki, akinek nagy baja van, és ott van az ő isteni teljhatalma és szeretete, és segít neki. Ilyen a mi megváltónk. Még egy ilyen megvetett ember is fontos neki. Olyan kedves az, ahogy Pál apostola az első korintusi levél első részének a végén a gyülekezet tagjait megszólítja. A korintusi gyülekezetben nagyon sok a rabszolgából lett keresztjén volt. És azt mondja, hogy testvéreim, nézzetek már körül, amikor úgy együtt vagytok. Nem sokan vannak köztetek, akik nagyon gazdagok, nagyon tekintélyesek, nagyon előkelőek. Istennek tetszett, hogy a világ együgyűit válassza ki, és a semmiket, hogy a valamiket megszégyenítse. Úgyhogy, ha valaki eljut oda, hogy már önmagáról sincs nagyon magas véleménye, vagy ha eljut oda, amit egyszer egy 20 éves fiú mondott nekem, hogyha itt fölbuknék, föl se tűnne senkinek. Úgy értette ez, hogyha meghalna. Föl se tűnne senkinek, mert ki vagyok én? Senkinek nem vagyok fontos, tulajdonképpen otthon se válnak haza, csak terhelye vagyok mindenkinek. És el lehet ide jutni időskorban is, súlyos betegséggel is. Jézust azonban nem ilyen szempontok mozgatják. Őt az ő irántunk való mérhetetlen szeretete mozgatja, és az, hogy leginkább ő tudja, hogy olyan nagy a bajunk, hogy azon csak úgy tud segíteni, senki más. És akkor odalép a beteg mellé, mint itt is tette, és meggyógyítja. És mit tett ez az ember? Így olvastuk itt a 7. versben. Jézus ezt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Ő pedig elment, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Ennyi telik tőlünk. De vajon telik-e ennyi tőlünk? Amit Jézus mondott, azt megtette. Ő nem tudott a maga gyógyulása érdekében semmit tenni. Nem ő kereste meg a nagy gyógyítót, Jézust, azt se tudta, hogy van neki, hogy ő ki. Mindent Jézus tett meg azért, hogy megváltozzék az élete. De mondott neki egy teljesíthető, egyszerű parancsot. Majd, ha Isten segít minket, valamelyik este részletezzük ezt a sárkészítést, hogy miért csinálta ezt Jézus, és mit jelentett, ez nagyon fontos bibliai tanítás. Most csak annyit, hogy sarat tett a szem gödörébe, és azt mondja, hogy itt van közel a falu határába egy tó, menj el oda és mosd le. És olyan szép a folytatás, ő pedig elment és lemosta. És amikor lemosta, életébe először meglátja a világot. Jézus mond valamit, ő pedig megteszi. Nem okoskodik, nem mondja azt, hogy olyan miért kentél össze, és most elküldesz mosakodni. Nem mondja azt, hogy kikérem magamnak, én szoktam egyébként is mosakodni. Olyan sok ehhez hasonló kifogást hallottam már emberektől, amikor Isten az ő szabadító segítségét fölkínálja valakinek. Azt mondja Jézus, menj el és mosd le, ő pedig elment és lemosta. És ez nem véletlen. Miért mondja ezt neki Jézus?
mert bevonja ebbe a csodálatos akcióba, az ő meggyógyításába ezt az embert is. De csak annyit kér tőle, amire képes. Sőt, még arra is ő teszi képessé, hogy kész legyen engedni Jézus szavának. Csak egy mozdulatot kér tőle, menj el és mosd le. És nem kérdezi, hogy miért, meg miért ezt, meg miért most, megteszi. És aztán megtudja, hogy miért, és miért most, és miért éppen neki. Utólag megtudja. Ezt nevezi a Biblia hitnek. Jézus mond valamit, nem biztos, hogy éltem egészen, de mivel ő mondta, megteszem. Gondoljunk a Péter csodálatos halfogására, amikor egész fölháborodott azon, amikor Jézus azt mondja, hogy nappal menjetek ki halászni, mindenki tudta, most nem magyarázom, hogy miért, hogy ott azon a helyen csak éjjel lehetett jó halfogást, fogást végezni. És Jézus azt mondja nappal, hogy most vest ki a hálót. És azt mondja Péter, hogy mester, az ember szinte hallja, hogy mondhatta. Hát ne nevettes már ki engem, hát körbe nevetnek a kollégák. Hát azt hiszik, elment az eszem. Hát látszik, hogy te nem vagy szakember. Lehet, hogy ácsnak jó vagy, de halásznak nem. Ehhez azért mi értünk, ez egy szakma. Ehhez szakismeret kell, elnézést kérek. Nem mondja, csak elkezdi. Ez egy mester. Egész éjszaka halásztunk, és nem fogtunk semmit. Most ebből az következne, hogy akkor ne kíván már, hogy most. De nem ezt mondja, hanem elhangzik egy ellentétes kötőszó. De a te szabadra mégis kivetem a hálót. Ez a mégis a hit. Mondott valamit az én Uram, föltételezem róla, most bocsánat, ha ilyen közönségesen fogalmazok, hogy nem bolondozik, hogy nem ugatni akar engem, nem nevetségessé akar tenni, hát ő maga a szeretet. Mondott valamit, nem egészen értem, de mivel ő mondta, megteszem. Olyan sokak életében láttam azt, testvérek, hogy amikor így az élő Jézus Krisztus beleszól egy ember életébe, és az illető azt megteszi, utána valóban csodák történnek. Csak egy kicsi mozdulat. És ma este tőlünk is valami ilyen kicsi mozdulatot kér. Nem kell a fejedet olyan magasan hordani. Le lehetne hajtani is. Alázatosabban is lehetne élni. Nem kell a kezedet ökölbe szorítva tartani, mert nem tudod elfelejteni azt a sérelmet, amit elkövettek ellened, és nem akarsz nyilvánosan bosszút állni, mert nem is lehet, meg vallásos embernek nem illik, de ott forr a bosszú vágy az ember szívében. Engedd ki az öklödet. Össze lehetne kulcsolni a másikkal, és imádkozni azért a gonoszért, aki megbántott. Vagy azt mondja, hogy csak a szomszédba kellene átmenni és kibékülni. De ő bántott meg engem. Akkor is szabad neked kezdeményezni. Nem azért kell bocsánatot kérni, amit nem követtél el, de a békességért mit tettél meg eddig? Sokszor valóban csak egy egészen kicsi mozdulat, és utána nagy csodák következnek. Nem kell mindent észrevenni. Hunyd be a szemedet néha. És nem kell mindent szóvá tenni. Még akkor se, ha a menyet követte el. És nem kell mindent magadnak megkapaintani. Át lehet engedni előnyöket másoknak. Az Isten gazdag ahhoz, hogy kipótolja. Sokszorosan kipótolja. Én nem tudom, hogy melyikünknek mi az a kicsi mozdulat, amit akár még ma megtehetnénk. Menj el a Siloám tavához, és mosakodj meg. És amikor ezt megtette, megjött a látása. Még csak annyit, hogy a Biblia beszél arról, hogy ez a korszak, amiben mi most élünk, a hitnek a korszaka. Amíg Jézus itt volt emberi testben közöttünk, az a látás korszaka volt. Látták őt, hallották a két fülükkel, hogy mit mond, ennek a mennybe menetellel vége lett. Most egy másik időszak van, a hit korszaka. Ma is mond nekünk sok mindent az ő igéjén keresztül. Megteszem-e, amit mond?
Én azt hiszem, hogy a legtöbben nem először vagyunk most templomban, és halljuk az ő igéjét. Mennyi igét hallottunk már? Mi lett azokkal? Hova lettek az életünkben? Isten parancsai, tanácsai, utasításai, törvényei, ígéretei, amikbe megkapaszkodhatnánk, és több reménység lenne a szívünkben. Hova lesz az, amit Isten mond? Ettől az embertől ma este azt tanuljuk meg, hogy ha Jézus azt mondja, hogy menj el és mosd le, akkor ez így folytatódjék, hogy elment és lemosta. És ezután a hit korszaka után egyszer megint eljön majd a látás korszaka. Mert ő megígérte, hogy a benne hívők meglátják őt szemtől szembe, színről színre, úgy, amint van. És ott már nem megyünk többé neki egymásnak, és nem okozunk bajt a vakságunkkal, mert ott a láthatatlanokat is látni fogjuk. Ebből ad előleget a benne hívőknek Jézus itt ebben az életben. Mielőtt ezért imádságban hálát adunk és könyörgünk, hallgassuk meg a nyírbátori gyülekezet énekkarának az énekszolgálatát. Az egyik ének egy szép imádság azért, hogy ne szóljon hiába Isten igéje, ha ő azt mondja, hogy menj el, akkor már szedem is a sátorfámat és megyek. Yeah.
Köszönjük szépen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, alázatosan kérünk, te győzz meg minket arról, hogy mi is rászorulunk a te gyógyító, újjáteremtő munkádra. És te tégy bizonyosakká minket abban, hogy neked van hatalmad bármi jót, szabadítást elvégezni az életünkben. Köszönjük, hogy elég nékünk is a te kegyelmed. Ezzel a reménységgel kérünk, segíts, hogy lássunk. És segíts ebben a csendben most őszintén elmondani neked a személyes kérésünket is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A négyes számú az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Isten áldását.
Maga pedig a békességnek ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békességet. Az Úr legyen veletek. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!